amikor bementünk, alig volt pár cent is. Ó, de gyönyörű. Fogadom. Jó lesz, jó lesz, jó lesz! Nem érzem az ujjaimat. Köszönöm. Na jó. Az éjszakai hőmérséklet vagy pont alatt marad. Meatloaf! Ezt a számot utálod. Anything for love. What I would do anything for love. Kapcsold már ki. But I won't do that. Oh no, I won't. Tetszik? Áj, nyálasalak a férjem, jaj, jaj, elég volt. Mondd, hogy tetszik, mondd, hogy tetszik. Elég, hagyd abba. Mondd. Hagyd abba. Imádod ezt a napot. Te, van egy elméletem. Hm? Tutira teherbe esel, hogyha a kocsiban csinálod. Mi? Uh-huh. Nekem is van egy elméletem. A pillanatokról. A megrázó pillanatokról. Azt gondolom, a megrázó, villámcsapásszerű pillanatok, amelyek fenekestül felforgatják az életünket, azok mutatják meg végül, kik vagyunk valójában. 4 évvel korábban. Köszönöm. Következő. Az egyik legkedvesebb pillanatom. Ott hagytad az engedélyt. Igen. Én igazából a 2 órás sorban állásért jöttem. Az engedély csak ráadás. Művészeti főiskola? Te ott dolgozol? Nem, ott tanulok. Ha. Én Pécs vagyok. Hát, ne haragudj, Leo. Hát, köszönöm szépen, Leo. A rendszámod alapján, de figyelj, nehogy megjegy. Tudom, hogy ugyanott lakunk. Valóban? Igen. Félelmetes megfigyelő képességed van. Igaz. Hogy tudod te ezt a rendszámból? Azonos a parkolási zónánk. Hát ez igazán intim dolog. Az. Na jó, az jutott eszembe, hogy éhatnánk egyet esetleg annak örömére, hogy ennyire egymásra találtak a zónáink. Rendben. Rendben? Uh-huh. Hát jól van. Parancsolj. Ne felejts kávéház. Na jó, figyelj. Melyik kezem? A jó. Ez sok jó.
Szóljanak ahhoz, hogy tudni valamit. Az orrodnak, a fejednek, a szívednek. Oh. A jövőnek. Te most fingtál? Nem. Ó, értem. Mondjuk egy kicsit. Te tiszta dílis vagy. De annyira romantikus. Úristen, hogy szeretlek. Ez őrület. A felesége CT-je koponyán belüli vérzést mutat. Súlyosabb agyi sérülések után egy darabig kómában tartjuk a betegeket, hogy az agynak legyen ideje az öngyógyító folyamatok beindítására, míg a duzzanat lelohad. Aztán lassan felébresztjük őket. Súlyosabb esetekben... A pillanatok, amelyeket valaha átéltünk, azokkal, akiket valaha ismertünk. Ezek összege vagyunk mi, mindannyian. Ezekből áll majd össze a történetünk. Ez lesz az emlékeink slágerlistája, amelyet újra és újra és újra lejátszunk magunkban. Nem vagy éhes? Hát te? Ahó. Mit csinálsz? Semmit. Semmit? Semmit. Mi az? Semmi. Na, semmi. Kész a kaja! Figyelj, ha tovább eteted ezt a bolhafészket, ide szokik. Allergiás vagyok rá. Ahogy állítólag a korianderre is. A koriandert utálom. Pontosan, de nem vagy allergiás, kérte kepret, most vettem a piacon. Gyümölcsöt hoz, rossz jel. Mi? Tudjuk jól, mit jelent. Én bírom. Ő a mi kabalánk. Azt mondod? Kösz. Ő azért jobb, mint az a menyét, amit a múltkor hoztál. Még kávét is főz, tartsuk meg. Kösz. Tessék. Köszi. Beöltözni? Jelmezbálba megyünk. Ja, most hovasd el. Beköltöznél? Mondtam. Igen. Fogadom, segítek, hogy szeress élni. Hogy mindig gyöngéd leszek hozzád. És lesz elegendő türelmem. Hogy beszélek, amikor azt kell. És hallgatok veled, amikor nem. Hogy nem bánom, ha nem szereted a ribizli tortát. Hogy a szíved melegében élek, és az lesz az otthonom. Na hát a lécet jó magasra tetted. Étlapra írtad a fogadalmat? Igen. Miért? Fogadom, hogy őrülten szeretlek. Akármilyen leszel is. Most és mindörökké. Sosem felejtem el, hogy ez egy életre szóló szerelem. A lelkem legmélyén tudni fogom, hogy jöhet bármi, ami elválaszt minket. Mi mindig visszatalálunk egymáshoz. Lesztek-e egymás hitves társai mindörökre? Igen. Igen, igen. Illinois állam rám ruházott hatalmánál fogva, ezen az őrök.
Éha. A házastársaknak és legjobb barátoknak nyilván itt valakit, akkor sok futás! Csak egy munkám van. Egyetlen egy. Ez nem megy. Én nem... Ó, Istenem. De menni fog? Istenem, én... Muszáj, fel kell hívnom őket, hogy megmondjam, hogy én ezt nem tudom. Bújj velem ágyba. No, gyere már. Tudom, hogy te is szeretnéd. Nem tudom megcsinálni. Egyszerűen képtelen vagyok. Ne, kérlek, ne csináld! Ne! Hagyd abba! Ne! Hagyd abba! Jó van, ha nem, akkor nem. Szerintem ez itt egész jól alakul. Persze, tudom, hogy nincs még kész, de én már látom a stílusát. Valami... függönyszerűség van ott például, és ott meg a fény csatája, mondjuk. Uh-huh. Absztrakt, igen, de úgy gondolom, hogy mégis erőteljes. Mi van? Te nagyon szeretsz engem. Ja, ez igaz. Igen, tudom, mert ez a szobrom. És ez a maradék. Amit most már megőrzök. Oké. Testi, lelki és mindenfajta szerelem tökéletes pillanata. Ne rohanj le. Eleinte kicsit kába lesz. Hadd térjen magához. Hau. Ki? Annyira jó látni. Paige, nyugodjon meg. Kórházban van. Autó balesete volt. Beütötte a fejét, de már jól van. Altatnunk kellett egy rövid ideig. Hogy vagy? Fáj a fejem. Igen, ez teljesen normális. Már is hozok rá valamit. Megsérült valaki más is, doktor úr. Paige, ugye tudod, hogy ki vagyok? Tudom. Az orvosom. A férjed vagyok. Paige.
Mr. Collins? Azt mondta, minden rendben. Az agysérülés nem olyan, mint egy csonttörés, az agy sokkal kiszámíthatatlanabb. Előfordul, hogy a koponyának nyomódott duzzanat okoz némi károsodást. Némi károsodást? Hisz nem emlékszik rám? Bár már magához tért. Még lehetnek emlékezet kiesései, hangulatváltozásai. Mi? De ez normális. Tehát az elméletem szerint a megrázó pillanatok mutatják meg, hogy kik vagyunk. Ám arra soha nem gondoltam, hogy mi van akkor, ha egyszer csak elfelejtjük-e pillanatokat. Szia! Mit csinálsz itt? Alszom. Igen. Hoztam neked ruhát. Köszönöm. Kicsit éhes vagyok. Jól van. Na, gyere! Szóval, akkor most szeretnék tisztázni veled pár dolgot magamról. Kettőnkről. Rendben. Házasok vagyunk. Igen. Igen, és ilyen gáz a hajam. De nem látod a teljes képet. Azt mondtad, sok idő kiegyenesíteni. Azt az időt inkább a műteremben töltöd. A műteremben? De miért vagyok én műteremben? Hát, művész vagy. Szobrász. Méghozzá jó. Most a Tribute Tower csarnokába készítesz 4 művet. Ez nagy dolog. Sokan pályáztak rá. De volt egy fantasztikus kiállításod a múzeumban, és így te nyertél. És a jogi diplomám? Nincsen jogi diplomám? Azt hiszem, hogy hiányzott pár kredited. Utoljára középiskolában akartam művész lenni. Tekintsd nyereségnek! Egy súlyos agysérülést? Hogy? De hülye vagy. Ha nem emlékszik rád, akkor arra sem emlékszik, hogy mennyi baromságot csináltál, tiszta lappal kezdhetsz. Csak attól félek, ha nem emlékszik rád. Honnan tudja, hogy szerelmes beléd? Mi van? Mi? Engem meg is lepett, hogy így beléd esett. És azóta csak még rondább lettél. Ti aztán tudtok végasztalni. Uh-huh. Ugye? De most komolyan. Mi van, ha nem emlékszik rám? Akkor mi lesz? Emlékezni fog. Mindannyiunkra. Mi vagyunk a családja. Hé. Persze. Igazad van. Elnézést, a feleségemet keresem. Tegnap még itt volt. Úgy látom, hogy felvitték a VIP osztályra. Jó drága lehet. Pénzes kuncsaft. A folyosó végén a liftel menjen fel a másodikra. Jó, köszönöm. A hosszú távú memóriája rendben van, és optimista vagyok a tekintetben, hogy idővel a többi emléke is visszatér. Mr. Collins, jó napot. Örülök, hogy itt van. Hát ez kínos. Én Leo vagyok. Pécs férje. Tudja, mennyire elkeserítő volt mástól meghallani, hogy a lányom hetek óta az intenzív osztályon van, és mi nem tudunk róla. Felhívhatott volna. Hát elnézést. Nem ismered a szüleimet? Én ezt nem értem. Miért nem találkoztam? Most, doktornő, mi a következő lépés? Minél előbb visszatér a megszokott életébe, annál jobb. És azt javaslom, hogy majd menjen el egy neurológushoz. Rendben. Bármi, ami kell, terápia, szakember, megkeressük a legjobbat. Hazajössz velem, és én majd ápollak. A mama rendbe hozza a régi szobádat, én kiveszek egy kis szabadságot. Nem akarok tiszteletlennek tűnni, mert nagyon hálásak vagyunk ezért, de a doktornő azt mondta, hogy térjen vissza az életébe, és jelenleg Paige velem él együtt. Igen, csak hogy erre az életére nem emlékszik. Emlékezni fog, a doktornő éppen ezt mondta. Nem, azt mondta, hogy talán emlékezni fog.
Miért ne jöhetne haza felépülni azok közé, akiket ismer, nem igaz? Mama. Mi csak azt szeretnénk, ami neki a legjobb. Mama. Ez érdekes, mert őt meg sem kérdezték. Most nem, de nekem én... az lenne a legjobb, ha abba hagynátok a veszekedést. Kérem, ezt nem kell most rögtön eldönteni. Nem. Bocsánat. Javaslom, menjenek haza. Pihenjenek. Azt hiszem, mindannyiukra ráfér. Hogy lehet, hogy a férjem vagy, és nem ismered a családomat? Nem beszéltél velük. Évek óta. De miért? Miért szakítottam meg velük a kapcsolatot? Még a találkozásunk előtt volt. És mi soha nem beszéltünk erről? Nem, de igen. És mi? Hát először is be akartál költözni a városba a művészeti suli miatt. Az apád megragaszkodott a jogi egyetemhez. Határozott elképzelései voltak az életedről. Aztán elindult a lavina. Nézd, én arra emlékszem, hogy a jogi egyetemre járok, és a vőlegényem Jeremy. Én nem tudom. De, várj, én... Paige! Figyelj, kicsim, az... Most szerintem az lenne a legjobb, hogyha visszaköltöznél hozzám. A doktornő is ezt mondta. Így gyógyulsz meg a leggyorsabban. Igen, de téged nem ismerlek. És most üljek be a kocsidba, és lakjak a lakásodban. Az a mi lakásunk. De semmi bizonyíték arra, hogy szerettelek. A feleségem vagy. Az emberek sokféle okból házasodnak. Igen, például? Hát mondjuk a zöld kártyáért. Hát én amerikai vagyok. Írtam naplót. Hát nem, én nem tudok róla. Hát... Hát csak ezt a cuccot találta. Ó, jó lesz ez, kicsim. Végül is csak hazamegyünk, úgyhogy... Ez borzalmas. Paige? Úgy hallom, itt hagy minket. Ó, igen. Ezt mondták nekem. Addig ne vezessen, amíg nem engedélyezem. Rendben. Egyébként pedig 6 hét múlva várom. Rendben? Köszönöm szépen. Mindent köszönünk, doktor. Köszönjük, doktornő. Na jó. Kész vagy? Na, akkor gyere. Várj egy pillanat. Itt egy hangüzenet. Még a baleset előttről. Bizonyítékot kértél. Jól van. Igen. Akkor hallgassuk meg. Szia, drágám. Bocs. Még a műteremben vagyok. Annyira hiányzol, hogy a szobraim kezdenek rád hasonlítani. Szóval, mit csinálsz most? Őrültem, vágyom egy kis liózásra, ha érted, mire gondolok. Na, szóval, hív vissza. Szeretlek. Hát, jó, nem tudom, így visszahallgatva igazából nem bizonyít semmit. Nem, ez jó, szóval a hangom... Boldog. Figyelj ide, gondold végig. Eljöttél az egyetemről, ott hagytad a vőlegényedet és a városba költöztél. Te döntöttél így jóval azelőtt, hogy megismerkedtünk volna. Tartozol önmagadnak azzal, hogy ezt egyelőre nem vonod kétségbe. Hibát követsz el, Paige. Ígérem, hogy vigyázok rá. Kérlek, gyere haza velem. Gyere velem haza, és együtt megoldjuk. Hát lehet, hogy mégis kipróbálom. Hát, ha segít majd emlékezni, és... Bármikor hazamehetek, ha meggondolom magam. Hozzámentem, biztos volt rá valami okom. Hát nem vagy valami lelkes. Engem nem zavar. Szörnyen nézek ki. Szerintem Isten ilyen. Hol lakunk? A Northside-on. A Northside-on. Ki az elnök? Az országé? Aha. Obama. A szenátor? Igen, rászavaztál.
Tényleg? Isten hozott. Parancsolj. Minden nap ott voltunk a kórházban, de Leo nem akarta, hogy zavarjunk. Igen, ott voltak minden nap. Nagyon hiányoztál. Ezek szerint jóban vagyunk. Én Sonja vagyok. Ő a barátom Kai. Szia, Paige. Ő meg Jean. Isten, ilyen nézel ki. És Lily. Szia, mi az? Te edzettél is a kórházban? Szia, Paige. És Josh. Én... ne haragudjatok. Bocs. Kösz, hogy eljöttetek. Hát, hamar vége lett. Semmi gond. Vigyázz magadra. Rendben, szia. Szerinted? Tudom, ez sok volt neked. Nem. Hazajönni lett volna sok. Egy idegen lakásba, egy idegen emberrel. Az lett volna a sok. De elviselni mindezt, plusz egy csomó embert, akik puszilgatnak, és ölelgetnek, és... a képembe bőgnek, és összehordanak mindent, amire én nem emlékszem. Erre nem azt mondom, hogy sok, hanem, hogy elviselhetetlen. Igazad van. Úgy volt, hogy csak páran jönnek. Most érzem? Menj ki innen, kérlek. Paige, ne haragudj rám. Képtelen vagy végre kimenni innen? Bocsáss meg. Ne haragudj. Akkor megyek. Bocsáss meg! Isten, ó, a mama ki fog nyírni. Jó reggelt. Jó reggelt. Mi van? Nem kopogtál? Hát nem szoktam, bocsánat. Ne félj, láttad már jó párszor. Ez nem vicces. Majd kopogj. Elnézést. Jenny vagy? Tényleg? Ez az egyetlen darab, amiben jól érzem magam. Egyébként az az enyém. Ja, én... Jó, semmi gond. Mi van? Há? Úgy bámulsz, mint valami furcsa állatot. Ne haragudj, én csak gondolkodom, hogy mit csináljunk. Jó,
Hű, mindig ilyen reggelivel vársz? Hát így szeretnék bocsánatot kérni az estéért. Nagyon hülye húzás volt. Nem gondoltam végig. Nem, figyelj, elnézést, én... Nem szeretném, ha aggódnál miattam. Csak csináld, amit mindig szoktál, és... Dolgozol? Van munkád? Van, de legalábbis remélem, hogy van még. Van egy lemezstúdióm. Tök jó. És én mit csinálok? Hogy töltöm a napot? Hát... Felkelsz és kávét főzöm. Rendben. Ne, várj. Már megfőztem, azt hiszem. Jól van. És... aztán... Jaj, ne, az az enyém. Te nem eszel húst. Aztán megnézed az e-maileket, intézed a számlákat. Rendben. De gondolom, hogy nem emlékszel a jelszavakra, a számlaszámra, meg ilyenek. Hát akkor majd csinálom én. Jól van. Aztán elmész a műtermedbe. Oda viszlek, hogy lásd, mind dolgozol. Hát, figyelj csak, szerintem most nem kell sietetnünk a dolgokat, szóval te menj el dolgozni, aztán majd később memorizzunk. Rendben? De biztos? Igen, biztos. Rendben, na jó, figyelj. Itt vannak a kulcsok, mobil, tessék, hogyha kellek, akkor ott van az összes számom. Rendben. Na jó. Rendben. Igen. Szép napot. Mizus, Lili. Szia. Mi a helyzet? Az a Veszkó csizmás csávó nem tud csókolózni. Azt hiszem, kihúzom a listáról. Helyes. Egyébként meg iszonyú, hogy mi volt itt. Tegnap kétszer annyian jöttek, mint amennyi. A túl sok kuncsaft még nem olyan nagy baj. Igen, de csak egy stúdiónk van, nem tudunk kétszer annyit vállalni. Igaz? Úgyhogy a Dun reklámügynökség átment egy másik stúdióhoz. Ne már. Az egy nagy megrendelő. Őket mindig előnyben kell részesíteni, ezt te is tudod. Leo, figyelj, nem tudok egyszerre hangmérnök és könyvelő is lenni, igaz? Ez nem egy személyes vállalkozás. Figyelj, tudod, hogy miért nem voltam itt? Igen, tudom, értem, és nem haragszom, csak szólok, hogy gáz van. Hát tessék, itt vagyok. Hogy van, Paige? Gyógyulgat. Vagyis, hogy... Kösz szépen. Rendbe jön. Jól van. Jó. Itt leszel a megbeszélésen? Na, hazamegyek, átöltözöm, megnézem Paige-et, de itt leszek. Rendben. További bizonyíték. Fogadom, segítek, hogy szeress élni. Hogy mindig gyöngéd leszek hozzád, és lesz elegendő türelmem. Hogy beszélek, amikor azt kell, és hallgatok veled, amikor nem. Hogy nem bánom, ha nem szereted a ribizlitort. Hogy a szíved melegében élek, és az lesz az otthonom. Étlapra írtad a fogadalmat? Furcsa. Fogadom, hogy őrülten szeretlek. Akármilyen leszel is. Most és mindörökké. Sosem felejtem el, hogy ez egy életre szóló szerelem. A lelkem legmélyén tudni fogom, hogy jöhet bármi, ami elválaszt minket. Mi mindig visszatalálunk egymáshoz. Jó napot. Jó napot. Kérhetnék egy ilyet. Nem a szokásosat? Van szokásos?
De, az nagyon jó lesz, igen, azt kérem. Rendben? Parancsolj. Köszönöm. Köszönöm. Szia, Lili. Nem, tudom, hogy 3:30 van, de nem tudok. Nem tudok. Meg kell keresnem Paige-et. Nem tudom. Intézd el. Ne haragudj, de nem tudtam mást felhívni. Szállj, drága. Ó, van se. Jól vagy? Jól. Szia! Szia! Hol voltál? Kezdtem aggódni egy kicsit. Féltem, hogy baj van. Ne haragudj, eltévedtem. A városban. És azt hiszem, az életemben is. Hát hívhattál volna. Hát igen, de itt hagytam a mobilt, és a számodat meg nem tudom kívülről. Úgyhogy a mamát hívtam fel, és aztán együtt töltöttük a napot. Meghívott minket vacsorára. Vacsorára? Hát jó. Nem kell eljönnöd. Te még nem vezethetsz, úgyhogy el kell mennem, de nem ez a lényeg. Nem tudom. Talán holnap felébredek, és mindenre emlékszem. De most sajnos csak bennük vagyok biztos. Hát akkor... megyünk. Rendben. Na jó. Átöltözöl? Átöltözöm. Majd balra, Kádvelik háza után, aztán a következőnél jobbra, és onnan a 6. ház lesz. Ó, Presleyeknek új leveles ládájuk van, de cuki! Hát, nem egészen ilyen csokorra kérnék bocsánatot a szüleimtől, hogy csak az agysérülésem miatt megyek el hozzájuk. Igazad van. Ne felejts kellett volna. Hű, de vicces. Na, egyébként tényleg vicces. A szüleimet már ismered. Apa biztos azt fogja mondani, hogy hív Billnek, de te maradj a Mr. Thorntonnál. A nővérem neve... Ben. Sokat tudok a családodról, Paige. Persze, igen. Házasok vagyunk, tudod. Uramisten, mennyasszony vagy! Igen? De jó! Gyönyörű pár vagytok. Jaj, köszi, Paige. Na hát. Jaj, de rég nem láttalak. Tényleg? Igen. Furcsa, hogy mindenki egy kicsit idősebbnek látszik. Igazán? Igen, különösen te. Milyen jó, hogy újra köztünk vagy. Voilà. Annak örömére, hogy újra itthon vagy, a kedvencedet főztem. Marhabélszín? Tessék, üljetek le. Mielőtt nekilátunk, úgy érzem, ez az este megérdemel egy tosztot, drágám? Nos, akkor hát iszom a családomra. Annyira boldog vagyok, hogy 3 ilyen gyönyörű nő van az életemben. És amikor együtt vagyunk, ez a boldogság megsokszorozódik. Paige, jó, hogy itthon vagy. A családra. A családra. Nos, Leo... És a te családod? Gyakran találkoztok? Nem. Ó, milyen kár. Mindkét szülőm meghalt. Csak Paige van. Ő az én családom. És mivel foglalkozik Leo? Most nyitottam egy hangstúdiót a belvárosban. Igazából Paige beszélt rá, hogy ezzel foglalkozzak.
Tényleg? Igen. Ez nem egy halódó szakma? Úgy értem, már otthon is felvehetsz bármit nagyon jó minőségben, nem? Ryan. Mi van? Én azokat a lemezeket szeretem, amikben élet van, melegség és lélek. Mint a Slapback Effect Scotty Moore gitárján a Mystery Train-ben is. Ezt egy komputerrel nem lehet megcsinálni. Ehhez kell a stúdió. Fel kell venni szalagra is. Kellenek valódi zenészek, akik egymásra hangolódnak. Szóval, hogy válaszoljak a kérdésedre, talán valóban halódó szakma, és valóban felvehetsz csúcsminőségben otthon is. Viszont ki tudná megcsinálni a Sound Sessions-t egy laptopon? Na hát! Na hát. Na hát. Na hát. Ott hallottam ma este mindenki. Lehet, hogy ez most fárasztó. Jaj, nem, itt jól érzem magam. Az nem Diane Chain. De ő, már nem vagyunk jóban. Istenem, de régen nem jártál itt. Uram, Isten! Sok szerencsét! Jaj, bocs, Leo, ők a régi barátnőim. Tehát, Shanna, Keri, Lisbeth. Oh. És velem mi lesz? Engem nem mutatsz be? Szia. Szia. Elnézést. Jeremy. Régen láttalak. Tényleg? Nekem nem úgy tűnik. Te semmit sem változtál. Azt hiszem, még nem mondta. Leo vagyok. Szia. Pécs férje. Értem. Én iszom egyet. Kértek valamit? Kérek egy diszáronnod. Én meg egy áfonyás mohítót. Tényleg? Igen, emlékszem. Istenem, Pécs, emlékszel, amikor 9-ben készültünk a karácsonyi bárra, és be akartuk sütni a olyat, és a végén majdnem a felét leégettünk. Hát persze, hogy emlékszem. És a végén valami sapkában mentem el a bálba. Kiderült, hogy egy blézeres, koktélozós úrilány volt. Olyan Stepfordi feleség? Igen, lényegében. És a szemem láttára flörtölt Jeremyvel. A volt vőlegényével? Ott nem. Az ő fejében még most is Jeremy a vőlegénye. Ezért valószínűleg idegesítő lehetett, hogy nem tudta levakarni az idegen férjét. Hát ezt még meg kell emésztenem. Na és mi izgatja fel? Paget? Nem, az anyját. Igen, Paget. Hogy az ágyban? Uramisten, Leo. De ez magánügy, ez... De ez csak kettőnkre tartozik. Hé, nem fogok ítélkezni. A csikizés szereti. Ez komoly? Nem ítélkezel, azt látom. Jaj, dehogy, dehogy. Felőlem lehetsz perverz. Ez nem perverzió. Egyszerűen csak segít ellazulnia. Értem, meg kellene próbálnod. Komolyan? Igen, mit veszíthetsz? Szia, Liza! Szia! Paige! Mert már ősidők óta hadakozom velük, és tudom, hogy... hirtelen egy fontos ügy... közbe jött. Nem sokára visszahívlak, rendben? Szia! Szia! Tessék! Figyelj! Emlékszel, hogy egyszer a tónál azt mondtad, mindig segíteni fogsz, bármi is lesz. Ott a csónakházban. Uh-huh. Igen. Igen. Akkor elmondanád, hogy mi romlott el kettőnk között? Csak te vagy képes arra, hogy kirúgsz valakit, aztán magyarázatot kérsz. Szóval én rúgtalak ki? Keményen, durván. Az esküvünk előtt. Miért?
Hát erre a kérdésre én, a barátaim és a két utódod mind szeretnénk választ kapni. De most komolyan, biztos volt rá valami okom. Hát, megváltoztál. Másképp beszéltél, másképp öltöztél. Az egyetemben sem voltál már biztos. Bennem pedig még annál is kevésbé. Visszaadtam a gyűrűdet? Igen, vissza. Na és kinek adtad? Még senkinek. De most Rózzal járok. Gwen osztálytársa volt. Körülbelül egy éve vagyunk együtt. Nem várhattam örökké, Paige. Arra nem számítottál, hogy lesz egy agysérülésem, és elfelejtem a szakítást, belibegek az irodádba, és választ kérek. Hát hogy lehet ez? Ne haragudj, nem is zavarlak tovább a munkádban. Ne haragudj. De ne haragudj. Nem számítottam erre. A szokás hatalma. Nem is tudtam, hová megyek, aztán egyszer csak itt voltam. Annyira nevetségesnek tűnik, hogy 5 éven át senkiről sem tudtam. Ez valahogy nincs rendben. Szia! Szia! Milyen napod volt? Hát, semmilyen. Jó, hogy itthon vagyok. Elnézést a rendetlenségért. Semmi gond. Mi lesz ez? Kollázs? Csináltam kollást? Hát nem tudok róla. Nem, csak valahogy úgy megihletett az a sok ismerős tegnap este. Igen, folytasd. Jött a sok emlék, és gondoltam, rendbe rakom őket. Szóval sorrendbe. Ez lebeg. Uh-huh. Ez nagyon jó ötlet. Igen. Feltúrtam a cuccaidat, remélem nem baj. Dehogy, ami az enyém, az a tiéd is. Ezt a házassági okirattal is bizonyíthatom. Igen, az is megvan, a kiesett éveknél. Látod, itt kezdtem el. Találtam néhány régi fotót még gyerekkoromból, ilyeneket. Ezeket könnyű volt sorrendbe tenni, mert erre emlékszem. Az jó, igaz? Igen, gondolom. De tudod, azt próbáltam meg kideríteni, mi az a legutolsó emlék, ami még megvan. És sikerült? Talán a makaroni grillben vagyok, és megkérdezem, van-e az a különleges ravióliuk. De a válaszra már nem emlékszem. Ennyi. Ez az utolsó emlékem, aztán felébredtem a kórházban. Ajaj. Sosem fog kiderülni, hogy volt-e olyan ravioli. Ó, Istenem. Ez nem lehet igaz. Semmi baj. Ez nem lehet igaz. Nyugi. Ne, kérlek, ne csináld ezt. Gyere! Te mit csinálsz? Ne haragudj! Bocsáss meg, ez olyan közös dolog volt? Igen, olyasmi. De... Ne haragudj, én... Ne, nem kell mondanod. Nem kell, értenél. Fogsz majd emlékezni, csak folytassuk, amit csinálunk. Szokj vissza az életedbe. És a többi majd megoldódik. Igen. Figyelj! Azt hiszem, már el tudok menni a műterembe. Megmutatod? Persze. Gyere! Ez az első önálló műtermed.
Jó kis hely, mi? Na hát. Először nem tudtad, hogy szeretni fogod-e. Aztán kitaláltad, hogy meggyújtod azokat a gyógynövényeket, amiket egy fura fickótól vettél a Diverzi sarkán. Hadonászni kezdtünk a lángoló gazzal, és csak akkor jöttünk rá, hogy az fonnyat saláta. Égő salátát lóbáltunk. Jó, mi? De aztán mégis hatásos volt, mert utána ki sem mozdultál innen. Csak bömböltetted a zenét, és belemerültél a munkába, úgy kellett elráncigálni este. Ez az egyik munkád, a Tribute Towernek. Mi akar ez lenni? Lehet, hogy még te se tudtad. De gyere ide! Én... Gyere és próbáld megérezni, hogy mi az. Hát, jól van. De én nem is tudom, hogy kell ezt használni. Dehogy nem. Na, várj csak. Így jobb! Gyerünk! Nem tudom, próbáld meg! Hidd el, hogy jó lesz! Megtennéd, hogy kikapcsolod ezt a zenét? Esküszöm, hogy ennél sokkal hangosabban hallgattad. Nem is értettem, hogy egyáltalán hogy tudsz így koncentrálni. Rohadtul hasonlott a fejem! Kapcsold már ki ezt a szar zenét! Én próbálok segíteni neked! De nem vagyok a boxzsákod. Mi nem így beszélünk egymással? Nekem is nagyon nehéz, Paige. Paige? Igen? Szia! Szia! Hazafelé a kedvenc pékséged mellett jöttem el, és hoztam pár... Van itt valaki? Igen. Leo? Jó napot. A nővérem ki se látszik az esküvői tennivalóból, és... Az eljegyzési part is itt van a nyakunkon. Úgy gondoltuk, Paige hazajöhetne, hogy segítsen neki. Úgy érzem, most ott a helyem. A nővérem mellett. Értem. És az itteni életed? Mi lesz a készülő munkáiddal? Beszéltem a Tribute képviselőivel, és nagyon-nagyon megértőek voltak. És apa segít visszafizetni az előleget, úgyhogy nem tudom befejezni. Gyere ki, ha kész vagy, drágám. Jó, kösz, apa. Hidd el, csak az esküvőig maradok. Csak arra kérlek, hogy légy óvatos, jó? De hát nem egy szektához költözöm, csak a családomhoz. Én tudom, de... De mi? Hát, hogy... Egy kicsit. Legalább megölelhetlek. És? Hogy érzi magát? Nagyszerűen. Igen? Uh-huh. Nincs szédülés, zavartság, kábaság? Nincs. Remek. Ennek nagyon örülök. A CT-je is tökéletes. Ez megkönnyebbülés. Na és? Visszatért az emlékezete? Nem igazán. Szóval nem. Ez nem normális, ugye?
Az agy esetében semmi nem normális, mert nincs két egyforma agysérülés. Paige megint tökéletesen önmaga lett, igen. Ez csodálatos. Mrs. Thornton, beszélhetnék Paige-el négy szem közt? Semmi baj, mama, ne aggódj. Jól van. Köszönöm. Paige szeretné visszanyerni az emlékezetét? Igen. Mert nagyon sok beteg fél a traumás emlékektől, pedig a legtöbb esetben ezek nem jönnek vissza. Ó, nem, nálam ez nem így van. Én nem félek a balesettől. Hát akkor mitől fél? Azt hiszem csak... nem tudom. Mi van, ha nem tetszik a mostani életem? Vagy túlságosan tetszik én? Szóval nem tudom. A pszichiátriához nem értek, ezért lehet, hogy ez nem túl jó tanács. De szerintem próbálja betömni a lyukakat. Akkor is dönthet úgy, hogy másként akar élni. De ha nem válik, nyitottá az emlékezésre, élete végéig rettegni fog a múltjától. Szia! Itt vagyok. Szia! Kik ezek? A királyok. Pontos jével. Értem. Rendben, Mikey, nagyon jó a hang, úgyhogy kezdhetitek. De már elkezdtük. A basszus csak egyetlen hang. Egy hang. Oké, szuper, megyünk tovább. Na hát, hú, de más vagy. Igen, makkányénak költöztem. Szerintem ez inkább Michael Bublés, de tök mindegy, tök jó. Szóval, most nem leszek egy darabig. Nagyon jól hangzik, Mikey, de vegyük újra az elejétől, vagy a közepétől, vagy akárhonnan. Na figyelj, az emberek miattad jönnek ide. Érted? Én megteszem, amit tudok, de itt kell lenned. Tudom. De ha Paige a családjához költözik, akkor... ott a helyem. El kell érnem, hogy újra szeressen. Ez már a visszaszámlálás. Szevasz. Egy hét van hátra a régi életből. Hogy vagy? Igazából egész jó. Persze egy kicsit megszédülök, ha jobban belegondolok, de hát ugye... Mi? Nem, drágám, ez olyan jó szédülés, olyan, mint a pánik. Vagy az izgalom. Hát a pánik és az izgalom nem ugyanaz. Drágám, ott lesz vagy 400 ember. Igen. Te figyelj, nem bizseregnek egy kicsit az ujjaid? De. Az baj? Hallgatsz Radioheadet? Aha. Tom York folyton a szédülős élményeiről dumál. Azt mondja, ha bizseregnek az ujjai, tudja, hogy valami zseniálisat fog csinálni. És ettől az izgatottságtól majdnem elájul. Ryan, szerintem te is valami zseniálisra készülsz. Ahogy mondod. Szavasz. Ó, Ryan, szeretnék bemutatni neked valakit. Te hallgatsz Radioheadet? Hát persze, hogy... Na, és ez igaz? Mhm. Paige? Szia, Leo. Mi van? A hajad? Hát ez annyira más. Gyönyörű vagy. Köszönöm. Figyelj csak, én kitaláltam valamit. Igen? Mi a kedvenc könyved? Lehet, hogy nem az, amire te emlékszel. Semmi gond, most nem ez a lényeg. Rendben, a Party House James Patterson-tól. Ne, komolyan? Igen. Jó van. A Party House. Szóval, hogyha szeretted, akkor biztos kölcsön adtad valakinek. Igen, Gwennek talán. És közben azt mondtad magadban, hogy ó, bárcsak még ne olvastam volna. Akkor újra átélhetném az egészet. Igen, lehetséges. Akkor nézzük így az életünket. Hogy? Nem emlékszel, hogy ismertél meg. Uh-huh. Nem emlékszel, hogy szerettünk egymásba. Bizonyos szempontból ez persze szörnyű. De életem legszebb időszaka volt.
És arra gondoltam, hogy milyen csodás lenne ezt újra átélni. Mint először elolvasni a kedvenc könyvünket. Pontosan. Értem. Ezért szeretnélek elhívni egy randevúra. Egy randevúra? Úgy, mintha most találkoznánk először. Jeremy, jó, hogy látlak. Köszönöm, hogy megnéztem. Hát nem tudom, szóval itt van a nyakunkon Gwen esküvője. Ha még előtte randizunk, már elvihetsz oda, mint a pasidat. Persze, semmit sem ígérhetek. De ha rendesen viselkedsz... Jól van. Tényleg? Randizzunk. Van egy ötletem, de ahhoz be kell mennünk a városba. Na, te benne vagy? Jó, persze, csak reggel 10-re kell hazaérnem. Atyaisten! Mi van? Első randi, és már is ott akarsz aludni? Semmi, csak egy kicsit megbotránkoztam ezen. De nem, én nem úgy értettem. Ne félj, visszahozlak, éjjel visszahozlak. De persze ott is maradhatsz, hogyha éppen azt akarod, hogyha... Na, majd meglátjuk, jó? Itt most kiszállunk? Hát, nem muszáj. A randinak ez az a része, amikor rájövök, hogy te nem is a férjem vagy, hanem egy őrült gyilkos, aki megfojt a táska szíjammal. Nem, hanem ez itt az a parkoló, ahol először találkoztunk. Ó. Oh. És most elviszlek egy kis emléktúrára. Ez nagyon finom. Jöhet a desszert? Desszert? De most ettünk sütit. Ez még a vacsora. És ez a desszert. Hú, de honnan tudod, hogy melyik milyen ízű? Ez a csokis orosz rulett. Így jó a játék. Érdekes lesz, hogy melyiket szerettük, és melyiket nem. Jól van. És... Nem ízlik? Ó, ez nem ízlik. Tessék, kóstold meg, ez ízleni fog. Na? Na ugye? Jól van. Te jössz. Egy nekem, egy neked. Na majd, ha megkóstolod a forró csokit. Ha havazott, mind ide jöttünk. Cukrossá akarsz tenni, vagy csak kövérni? Még mindig ott van a hajadon. Szóval lejöttünk ide este, és néztük a tavat? Hát, nem egészen ezt csináltuk. De... Én nem... Nem arról van szó. Megbeszéltük, hogy havonta egyszer belemegyünk. És áprilisban még nem voltunk. Júliusban kezdtük. Hogy mi? De ezt miért találtuk ki? Mert egy pincér azt mondta egy étteremben, hogy végigcsinálta. 80 körül volt. Gondoltuk rajta. Aha. Azt mondtuk, nincs szörfös ruha, de... Te nem viccelsz. Veled talán kivételt teszek. Jól van. Fordulj el. Fordulj már el. Mi van? Nem kell a ruha? Nem, abban egyeztünk meg. Igen. Gyerünk! Semmi baj.
Bocs. Jaj, lefagyott a bal személyem. Nem érzem az ujjaimat. Nem érzem őket. Nem tudom, hogy a te pécsed mit csinált az első randin, de velem... Velem a csóka maximum. Jól van. Bocs, megy ez nekem jobban is, de még zsibbadt a szám. Ez finom. Nem bánom, menjünk tovább. Ah, Istenem, de jó. Köszönöm, hogy eljöttél velem ma este. Nagyon jól éreztem magam. Hiányoztál. Hiányzik a közös életünk. Az, hogy veled vagyok. Szeretlek. Azt hiszem, jobb, ha most én bemegyek. Jó ét. Jó ét. Szia! Szia! Nem is tudtam, hogy itt vagy. Kivel voltál, Jeremyvel? Nem. Leóval voltam. Tetszik nekem. Igen. Nekem is. Te jól vagy? Paige, soha nem láttalak még ilyennek. Figyelj, ilyen sírdogálós lettél, mert ez... Ez rémisztő. Nem tudom, hogy milyen lettem. Van egy tetoválásom. És vegetáriánus is vagyok. Olyan volt, mint azelőtt. Sőt, még jobb is. Az, ami miatt beleszerettem Paige-be, megvan. Figyelj, neked ez a szerelmed a házasságod megerősítését jelenti. De neki valószínűleg csak egy jól sikerült első randi. Így van. Ezért mindenképpen tartsd meg a kötelező 3 nap szünetet. Szóval várjak 3 napot, mielőtt felhívom a feleségemet? Legalább. Ez egyedi eset. Még többet is. Többet nem lehet, hiszen találkozunk az esküvőn. Az egész olyan egyértelmű volt. Hiába van ez a szörnyűség, mi mégis összetartozunk. Egyértelmű neki vagy neked? Mindkettőnknek. Ó, Paige. Igen? Meg kell írnunk az ültetőkártyákat vacsora után. Igen. Mielőtt elkezditek, van egy kis meglepetésem számodra, Paige. Igen? Ismered Ray Portert, alkotmányjogot tanít az egyetemen. Együtt szerkesztettük a jogi szemlét, ismerjük egymást 1000 éve. Most ő a jogi kar dékánja. Igen? És szívesen visszavesznek. Mi? De... Én nem is jelentkeztem. Jelentkeztem helyetted. Hát ez őrület. Mm-hmm. Úgy érzem, megint újra kezdhetem az életemet. Fizetési késedelem. Thank you.
látom, rád fér egy ital. Ó, hát ittam már jó párat. De ilyet még nem. Lehet. Örülök, hogy beszélhetek veled. Eddig sajnos nem adódott rá alkalom, Leo. Igaz. Ez igaz. Gratulálok. Ez finom. Igen, az. Gondolkodtam. És azt hiszem, hogy mostantól ránk bízhatod a dolgokat. A dolgokat? Page-el kapcsolatban. Tudom, nem volt egészségbiztosítása, mert ti más módon akartatok élni. Ha jól sejtem, úszol az adósságban. De azt is tudom, mi a megoldás. Igen? Válj el tőle. A számlák csak sokasodni fognak. Mr. Thornton, nem hiszem, hogy ezt itt kellene megbeszélnünk. Rendben. Úgy látom, cseppet sem félsz attól, hogy csődbe megy a stúdiód. De mi lesz Page-el? Hogy fogod majd neki megadni mindazt, amire szüksége van? És ön tudja, hogy mi az? Valóban, én tudom. Mennyire képmutató. Hogy mit mondtál? Ha annyira családszerető, hogy lehet, hogy meg sem próbálta rendbe hozni a dolgokat Page-el? Milyen gyáva. Akarod, hogy kicsit körbevigyelek? Rossz lehet kívülállónak lenni. Nem vagyok kívülálló. Jól van, ha te mondod, de szar lehet így egyedül ülni. Én csak Page-et várom. Ja, van, hát sok szerencsét. Te örülsz ennek, igaz? Elnézést, minek? Page elhagy téged. Nélküled él valakivel, amit senki sem ért. Aztán meg eldobja mindezt. Ez tényleg tetszik egy kicsit. Tudod, hogy nekem mi tetszik? Az, hogy Page mindent elmondott rólad, Jeremy. Tényleg? Elmondta, hogy amikor veled volt, éjszakánként felriadt, rémülten, hogy ennyi az egész. Na hát, mindent elmondott, mi? Azt is elmondta, hogy nemrég a nyakamba ugrott. Ezt is elmondta neked? Vagy azóta nem mond el mindent, amióta fogalma sincs, hogy ki vagy? Nézd, én értem, hogy miért vagy ilyen köcsög. Nyilván szereted még, és azt hiszed, hogy visszakapod. De az a helyzet, hogy kinőtt téged. És újra ki fog dobni. Köszönöm a tanácsot. Gondolkodom rajta, miközben dugom a negyedet. Leo! Page, várj! Hogy képzelted ezt? Ez nagyon jó kérdés. Nem veszed észre, hogy már az őrület határán vagyok? Hogy tiszta hülyét csinálok magamból? És mindent megpróbálok, hogy megmentsem azt, amink volt? Te meg Jeremy nyakába ugrálsz! Nem, ez nem igaz! Nem igaz? Látom, hogy hogy nézel rá. Tudom. Hiszen azelőtt rám néztél így. Leo, nem, ideje szembenézni a valósággal. Nem fogsz emlékezni. És csak egy idegen vagyok neked. Nem akarlak bántani téged. De egyszerűen... elegem van abból, hogy csak csalódást okozok. Értem. Kérlek, ne haragudj. Elnézést kérek Gwentől és Ryan-től. Jaj, nem kell, nincs semmi baj. Az esküvői botrányokból lesztek a legjobb sztorik. Évek múltán. Nézem a lányt, akit szeretek, és tudom, hogy el kell mennem. Leo,
Remélem, egyszer majd tudok úgy szeretni, ahogy te szeretsz. Egyszer már sikerült. És újra fog. Francba. Itt vagy, nem ott. Baj van? Igen. Vége. Feladom. Te soha nem adod fel, Leo. Nem, ha együtt kell maradnunk, akkor együtt maradunk. Csak eszembe jutott, amikor először mentünk abba a görög étterembe a sarkon. Ott volt egy nagy felirat azzal, hogy most már leves is van. És akkor... elkezdtem magyarázni, hogy mennyi akadályt le kellett győznie a tulajnak ahhoz, hogy megvalósítsa élete nagy álmát. És aztán, amikor végigmondtam, egy rövid ideig nem szólt egy szót sem, aztán azt suttogta, szinte csak magában, hogy szeretlek. Megállt az idő. Akkor mondta először, és nem is akartam megszólalni, csak mindig ezt hallgatni. Akkor 2 hete ismertük egymást. Akkor csak 2 hét kellett, hogy belém szeressen. Most nem szeret. Írja alá, kérem. Diane? Szia. Rég láttalak. Figyelj, évekkel ezelőtt volt. Én távol voltam. Jó sokáig. Soha nem volt alkalmam bocsánatot kérni. Az egy furcsa korszak volt az életemben, de apád elhagyott.
Amint anyukád számon kérte rajta a dolgot, azt akartam, hogy ezt tudd. Nem szeretném feltétni a régi sebeket, de muszáj elmondanom neked, hogy nagyon bánt. Nem, örülök, hogy mondtál valamit. Mindig jó barátom voltál. Bárcsak én is az lettem volna. Csúnya a Lilium, úgyhogy úgy gondoltam napraforgót veszek. El akartam mondani. Te tudtad? De eltitkoltad. Bocsáss meg, én... Szólj hozzám. Paige. Paige. Paige! Hol voltál egész nap, te idegen? Paige. Összefutottam Diane Chain-nel a boltban. Ezért mentem el, ugye? Mert ezt megtudtam. Mama, hiszen még önmagamra sem emlékszem. És ráadásul még ti is hazudtok nekem? A balesetem csak arra jó, hogy újraírjátok a múltat? Nem bírtam volna ki, hogy megint elveszítselek. El tudod-e képzelni, hogy mennyire megalázó ez nekem? Bocsáss meg, Paige. Évek óta nem voltunk ilyen boldogok. Ó, mama! Végre újra velünk élsz. A ti szabályaitok szerint. Nem! De, mint mindig! Paige! Hiszen megcsalt téged a legjobb barátnőmmel. Hát mégis hogy tudtál mellette maradni? Én... el akartam hagyni. Hidd el, már majdnem elmentem. De aztán egyik délután egyedül voltam a házban. És elkezdtem nézni a fényképeket. Téged. És a... nővéredet. És a ház valahogy... annyira megtelt velünk. Egy család voltunk, Paige. És akkor rádöbbentem, hogy számomra a világon ez a legfontosabb. És nem tudtam. Nem tudtam. Nem tudtam elmenni. Szóval a szőnyeg alá söpörted? Nem. Én döntöttem úgy, hogy vele maradok. Mindazért a sok jó dologért, amit tett. És nem hagyom el azért az egy dologért, amiben hibázott. Úgy döntöttem, megbocsátok. Talán Leónak igaza volt. Soha nem találom meg önmagamat, ha itt maradok veletek. Rendben, legyen neked igazad. Paige! Bocsánat. Valami baj van? Látom, hogy megbeszélni valótok van, úgyhogy... Rendben. Majd hívj. Jó, szíve. Jaj, ne haragudj. Mi történt? Kérdezhetek valamit? Igen. Tőlem bármit kérdezhetsz. Te tudtál apám viszonyáról? Tudtam. Igen. És miért nem mondtad el? Annyiszor eszembe jutott, hogy elmondom. De úgy éreztem, hogy nem szakíthatlak el tőlük. Nem tehetem. Akartam, hogy szeresd, de nem ilyen áron. Hanem tisztán.
Én most képtelen lennék otthagyni a családomat. Nem is kell. Egyes pártok érvényteleníteni akarnak bizonyos alkotmányos jogszabályokat, és állítják, hogy a szerzői jog védelmének ismételt kiterjesztése egy olyan folytonos szerzői jogot hozna létre, amelyet az alkotmány megfogalmazói elutasítanák. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága a 2003-as számú Eldred kontra Ashcroft-ben döntött, hogy a szerzői jog ismételt. Köszönöm az ebédet. Igazából szerettem volna mondani valamit. Rendben. Már nem vagyok együtt Rose-szal. Szakítottam vele. Nem. De hát miért csináltad? Én azt hittem, hogy eljegyzed Rose-t. Hát igen, de az még előtted volt. Nem, az már utánam volt. Persze, utánad, viszont azelőtt, hogy a régi Paige visszatért. Jeremy, én nem a régi Paige vagyok. Hanem csak Paige. Az, aki még most is keresi önmagát. Igen, ezt értem, és bármelyik vagy, a régi vagy az új, nem érdekel. Te is emlékszel, milyen volt együtt. Most itt az alkalom, hogy ezt újra teremtsük. Csodás, ami köztünk volt, azok csodálatos emlékek, de nekem nincsenek más emlékeim. Utánad mindenki törlődött. Nekem meg kell tudnom, hogy milyen nélküled élni. Egyedül. Biztos nem emlékszel az első szakításunkra? Miért? Mert akkor majdnem ugyanezt mondtad. Na, gyerünk. Szia! Mindenütt kerestelek. Aggódtam, amikor nem láttalak a könyvtár előtt. Na és? Milyen volt az a védjegy jogi előadás? Hát... épp erről szeretnék beszélni veled. Én itt hagyom az egyetemet. És bérelek egy lakást a városban. Aj, kezdődik minden előről. Ez nem igaz, Paige. Sok hibát elkövettem. Nem, apa, ez nem miattad van. És nem a vétkeid miatt. Magamért teszem. Hogy tudjam, ki vagyok, hogy tudjam, mire vágyom. Csak azt mondd el, mit csináljak, hogy ne veszítselek el újra. Nem fogsz. Egy megrázó pillanat. Egy megrázó pillanat olyan változásokat indít el, amelyek hatását lehetetlen előre látni. Egyes részecskék összeütköznek, és így még közelebb kerülnek egymáshoz. Mások elsodródnak, ismeretlen, izgalmas irányokba. És ott érnek földet, ahol a legkevésbé várnák. Szóval ezekben a pillanatokban éppen ez a legfontosabb. Nem tudjuk befolyásolni őket és a hatásukat, bármennyire is szeretnék. Hagynunk kell, hogy a sodródó részecskék végre célba érjenek. És várnunk a következő ütközésig. Fogadom, segítek, hogy szeress élni. Hogy mindig gyöngéd leszek hozzád, és lesz elegendő türelmem. Hogy beszélek, amikor azt kell, és hallgatok veled, amikor nem. Hogy nem bánom, ha nem szereted a ribizli tortát. Hogy a szíved melegében élek, és az lesz az otthonom.
utazás miatt zárva. Szia! Szia! Ugye nem a forró csoki miatt jöttél be a városba? Igazából visszaköltöztem ide, fél évvel ezelőtt. A Rogers Parkban lakom. Tényleg? Hát ez... nagyon jó. Visszamentem a művészeti iskolába. Mi? Te most viccelsz? Ez fantasztikus. Az, igen. Tudod, ott ülök az órákon, és hihetetlen, de a kezem emlékszik arra, amit az agyam elfelejtett. Igen. Szóval köszönöm. Én nem tettem semmit. Te mindent megtettél. Elfogadtál annak, aki voltam. És nem akartad, hogy más valaki legyek. Azt akartam, hogy boldog légy. Ennyi. Nincs itt egy kubai hely valahol, ahová akkor jártunk, amikor ez zárva volt. De van a... Várjunk, te emlékszel? Nem. Az jó volna. Nem, az emlékeim nem jöttek vissza, de... Szóval... Szonyával időnként összefutunk, és olyankor kettőnkről kérdezgetem. Tényleg? Na és mit mondott? Azt, hogy úgy gondolja, éppen nem jársz senkivel. Hát ebben igaza van. És te? Te most jársz valakivel? De jó. Akkor eljössz arra a kubai helyre velem? Igen. Jó. Mi lenne, hogyha egy olyan helyre mennénk, ahol még nem voltunk? Egy új helyre. Benne vagyok. Parancsolj. Jól nézel ki. A filmet ihlető pár ma boldog házasságban él, két gyermekük van. Az asszony soha nem nyerte vissza a memóriáját. Magyar hangok. Léhai Balázs, Major Melinda, Kútvölgyi Erzsébet, Haszpander Péter, Dolmány Attila, Balsai Mónika, Takács Andrea, Bánfalvi Eszter, Feszbaum Béla, Géczi Zoltán, Homonnai Kata, Herceg Tamás, Elek Ferenc. Magyar szöveg Liszkai Szilvia, hangmérnök Tóth Péter Ákos, rendezőasszisztens és vágó Kajdácsi Brigitta, gyártásvezető Fehér József, szinkronrendező Bátori Orsolya. A szinkront a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza a Fórum Hungary.